Híres város kövén voltam vérbe fagyva, magyar fiú fekszik, zokog édesanyja, mint egykor a szent szűz, fakereszt tövében, úgy tartja holt fiát, könnyek köszönőben. Emlékezz most reágy, úgy csengyertját magyar, lehet, hogy a sírhang holnap téged takar. Pusztul jó világunk a bűn ember tölet, sír solyvasi Eszter gyilkol a gyűlölet. Egyetlen gyermekét féltette, szerette, míg rút rabló halál tőle el nem vette. Senkinek sem ártott, hát irgalmat remélt, de sújtott a karó, 15 évet élt. Emlékezz most reágy, új csengertját magyar, lehet, hogy a sírhang holnap téged takar. Pusztul jó világunk a bűn ember tület, sírsolymosi Eszter kirkor a gyűlölet.
véget akar. Pusztuljó világunk a bűn ember követ, sírsajmasi Eszter kilkor a gyűlölet. Emlékezz most rá, gyújts egy gyertyát magyar, lehet, hogy a sírhat volna véget akar. Köszönöm. Kérem, hogy az ünnepség elején együttesen énekeljük el a hímnuszt. Legyen vadászok, ugye? Isten nagy meleg a Oh,
Tisztelt emlékezők, drága magyar testvéreim! A mai korszakban, a mai világban azt kell mondjuk, hogy tényleg elmondhatjuk, a történelemhamisítás korában élünk, és különösen is elmondhatjuk ezt a mostani időkben, amikor megpróbálnak bennünket valóban teljes mértékben megfosztani történelmünkről. Ugyanakkor, ha a mai média nyelvet próbálom használni, akkor azt is mondhatjuk, hogy a közvélemény kutatások korszakát éljük. Nem tudom ki, hogy van ezzel, de bizony jó magamnak szembesülnöm kell, ha kinyitom mondjuk az ATV-t, a magyar ellenes gyűlölet médiumoknak a legtöbbikét, vagy bármelyik más gyűlölet médiumnak a portáját, akkor ugye azt láthatjuk, hogy föltesznek kérdéseket azzal kapcsolatban, hogy mekkora a feletti feszültség például Magyarországon, és egyáltalán mikor volt a második világháború, mikor volt az utolsó magyar felkelés és szabadságharc, és egyetemisták, főiskolások egyáltalán nem tudják a legalapvetőbb kérdésekre vonatkozóan a választ. Most egy ilyen média légkörben eljátszottam a gondolattal most, amikor magam is készültem ide Tiszeszlára, hogy mi lenne akkor, hogyha akár a Hír TV, akár az ATV, vagy bármelyik más média hatóság föltenni azt a kérdést, hogy tisztelt hölgyem, tisztelt uram, ez a szó Tiszeszlár mit mond önnek? Hát nem is azt a kérdést tennék föl, hogy hol van Tiszeszlár, hanem egyáltalán ez a szó Tiszeszlár, ez egy földrajzi helyiség, esetleg egy csatát jelent, vagy bármilyen más kettővel összefoglalható eseményt jelez. És nyilvánvalóan ez nem is a kérdést, mint egy meg nem válaszolóknak a hibája, de tény, nem tudnák rá a választ. 1931 és 1933 között a Horthy Magyarországon jelent meg egy rendkívül fontos könyvészeti munka, és nem csak könyvészeti, hanem szellemtörténeti értelemben is egy rendkívül fontos kiadvány, Banga Béla jezsuita atya szerkesztésében a Katolikus Lexikon, amelynek a Vérvád című szócikkét Huber Lipót kalócsai kannonok írta. Egy kiváló biblikus magyar tudós volt, akinek a neve itt is elhangzott már részben tőlem, részben másoktól, az eddigi 2008 óta tartott tiszeszlári megemlékezéseken. Mindenesetre ebben a szócikben azt kell mondjuk, hogy egy rendkívül fontos információt árult el ez a biblikus tudós, aki jobban tudott héberül, mint ma a Sip utcában tudnak, vagy jobban tudott héberül, jobban tudott az Ószövetség nyelvén és általában a zsidóság könyvének a nyelvén, mint a legtöbb rabbinikus szemináriumban. És azt írja ez a tudós biblikus szerző, hogy bizony, bármennyire is szinte hihetetlenek tűnik itt most a jelenlévők számára, a hallgatóink számára, de se az Ószövetségi Szentírás, se a talmudi irodalom, se a talmudi forrásoknak az értelmezői, a rabbinikus irodalomnak a képviselői ezt a szót, hogy vérvád, nem ismerik. Tehát ők azt írják a talmud irodalomnak a képviselői, hogy a vért, mint olyat, semmilyen áldozati szertartás alkalmával a zsidók nem áldozhatják föl. Ez benne van, azt kell mondjuk, hogy a talmudista irodalomnak az értelmezőinek a munkáiban, és mégis ezzel szemben azt találja az ember, ha végignéz a történelmen, a középkori történelmen és egyben az újkori történelmen, hogy bizony egyre, de egyre jobban szaporodtak a középkorban a vérvádak. Szándékosan fogalmazok így, hogy a történelmi középkorban, hiszen a történelmi eseményeknek a hiteles dokumentálása és írásba foglalása lényegében az európai kultúrában a középkorban indult meg igazán, és ekkortól vette kezdetét az a tevékenység, amit mai értelemben történetírásnak nevezünk, és
A középkortól kezdve folyamatosan megtörtént az olyan eseményeknek a dokumentálása, amelyek mögött viszont mégiscsak ott volt ez a rejtelmesnek mondott szó, hogy vérvád. Hangsúlyozom azzal együtt, amit Hubert Lipót ír, aki valóban azt kell mondjuk, hogy többet tudott a zsidóságon, akárhány judaisztikusnak mondott tudós, ő maga leírja azt, hogy bizony 1933 és 36 között megjelent művében írja le a Gere testvérek BT-nél megjelent hasonlásban újra olvasható művében, a zsidóság a Bulban és Jelenben című képkötetes munkájában, hogy bizony a késő ókortól, a népvándorlás korától, tehát mondjuk Nagy Károly korától kezdve Európa történetében és főleg a történelmi középkorban, Franciaországban, Németországban és hát részben Magyarországon is egyre több vérvád eset mutatkozott a történelmi középkor folyamán. Erre vonatkozóan rengeteg történelmi forrás van. Freimuth Bernardinnak, egy kiváló német katolikus teológusnak a munkája az 1890-es években szinte kimerítő felvilágosítást nyújt erről, vagy a már említett Hubert Lipót munkája, vagy akár amit egy évvel ezelőtt, amikor még Isten nyugosztalja itt állt közöttünk és mondott beszédet, kiváló történész kollégám és a barátom Lipó Zsolt, ő is említette Ónodi Gézának a nevét, aki a Tisztesztár múltban és jelenben címmel 1882-ben megjelent munkájában szintén felsorakoztatott középkori végső igazi, és azt kell mondjuk, hogy szomorú eseteket azzal kapcsolatban, hogy voltak vérvádok, ezek mind azt mutatják, hogy bizony, sajnos, bár igaz, hogy a rabbinikus források, a zsidó források, tehát hangsúlyozandó maguk a zsidó források tiltják a keresztény vérnek és bármilyen vérnek a feláldozását, de mégis az újkori történelemben megtörtént, sőt a középkoriban, de főleg az újkoriban, hogy voltak olyan zsidó csoportosulások, voltak olyan zsidó mozgalmak, voltak mondjuk úgy, hogy olyan szekták, olyan elszórt jelenségek a zsidóságnak a köreiben, amelyek lényegében azt mondták, hogy a kereszténységgel, főleg a katolicizmussal kapcsolatban, tehát a katolikus hitnek a védőivel, védelmezőivel, a katolikus nemzetekkel szemben, azok leányaival szemben, tehát a női nem képviselővel szemben megengedett a vérbosszú. Ide vonatkozóan rengeteg forrás azt kell mondjuk, hogy tanúbizonyságul áll, és ezt egyértelműen mutatják a történelmi források, amelyekről korábban is szó esett, és amelyről Bari Józsefnek a tisztesztári bűnperről szóló könyve, hiszen ugye Bari József volt magának a tisztesztári bűnpernek az egyik legjobb értője. 1933-ban megjelent munkájában nagyon részletesen szól erről. Tehát azt kell mondjuk, hogy itt egy nagyon sajátos kettőség figyelhető meg a zsidóságnak a tisztesztárhoz, 1882-höz, az akkor elkövetett rituális gyilkossághoz való magatartásában, hiszen egyfelől zsidó szerzők azóta is azt mondják, hogy lényegében ez egy hamis vád, teljesen hamis vád, mondván, hogy a zsidóság nem követeli másoknak a vérét. Ugyanakkor viszont ismerünk olyan közegeket, olyan csoportokat, olyan haszid közösségeket, amelyek lényegében a keresztényekkel, a katolikusokkal szemben való vérbosszúnak az intézményét nagyon is pontosan ismeri. Elég csak egy nevet mondani a közelmúltból, talán egy olyan történésznek, egy olyan ráadásul eredendően vegyésznek a nevét, aki maga is zsidó származás volt, Izrael Saháknak jelent meg egy könyve a Gere testvérek BT jóvoltából magyarul, zsidó vallás, zsidó történelem, és ebből a könyvből is egyértelműen kiderül, hogy például a 18. és a 19. században orosz és lengyel üldözések elől a történelmi Nagy-Magyarország északkeleti vármegyeibe települt zsidóságnak a tömeges képviselői, tehát nem egyesen tömeges képviselői, valóban azt kell mondjuk, hogy a keresztény magyarságnak a kiirtására vonatkozóan és a saját üzleti politikájuk gyakorlására vonatkozóan rendelkeztek. Ezek sajnos történelmi tények, amelyek nem valamiféle antiszemita propaganda számlájára írandók, hanem ezeket történelmileg is hitelesen, nagyon pontosan bizonyítani lehet. Most itt van a dolgoknak a fonákja, amire az ember, a historikus, most saját magam
szempontból beszélek, ilyet én már, bocsánat, egyes szem első személyben nem lehet elégszer rávilágítanom, hogy senki 1882-ben Solymos Eszter meggyilkolása idején és utána nem mondta azt, hogy a zsidóság, mint olyan egyetemlegesen ámblok felelős Solymos Eszternek a meggyilkolásáért és a hasonló esetekért, viszont ugyanakkor rámutattak arra tudós teológusok, történészek, hogy a zsidóságnak az egyes körein belül viszont létezik egy olyan akarat, amely szembe megy mind az Ószövetséggel, mind a Talmuddal és annak különféle értelmezéseivel, és egyértelműen azt mondja, hogy a keresztények kiirtása az egy parancs, az egyfajta vallási rituálénak a részese. Erre vonatkozóan azt kell mondjuk, hogy bizony a magyar irodalom is nagyon fontos tanulságtétel, hiszen ha valaki ismeri egy kicsit alaposabban legalábbis Solymos Eszternek egyrészt az élettörténetét, másrészt azt, ami 1882-ben történt, illetve harmadszor, de utolsó sorban azt, hogy ezzel a magyar irodalom hogyan foglalkozott, és főleg ez utóbbit, akkor láthatja, hogy voltak a 20. században olyan magyar költők és olyan magyar írók, akik erről a folyamatról, ami Solymos Eszter meggyilkolásában torkolott ki, nagyon őszintén és nagyon valóban meggyőzően igyekeztek írni. Most két olyan szemét említek, aki talán kevésbé ismert, bár korábban legjobb tudomásom szerint említettem itt őket, de a történelem az élet tanítómestere, Repetitius Mater Studiorum, és ilyet én az ember, a historikus, mint jó magam, sokszor ismétli önmagát, de ez nem véletlenül van, hanem pontosan azért, hogy tényleg lássuk az igazi folyamatokat. Tehát két olyan írót szeretnék kiemelni a 20. századból, akik erre a döntő, perdöntő jelentőségre hívták fel a figyelmet, hogy bár a zsidóság önmagában nem bizonyítható, hogy ilyen cselekedetekre mint egy parancsot ad, de mégis egyes képviselői elkövetik, viszont a zsidóságnak a nagy tömegei, a vezető, a befolyásos értelmiség rétegei nem határolják el magukat a kisebbségtől, attól a kisebbségtől, amely szintén zsidóként jelentkezik, szintén zsidóként jelenik meg, és éppen ez az el nem határolódás, mai divatos szóval élve, tehát a kisebbségtől való el nem határolódás az, ami viszont a többségi társadalomban, tehát a nem zsidók alkotta társadalmakban, akár Magyarországon, akár Európa más országban, főleg Német és Franciaországban, mégiscsak ellenszenvet vált ki. Az egyik ilyen író, aki erről nagyon érzeketesen nyilatkozott, Veres Péter volt. Veres Péter nagyon sokan úgy emlegetik, mint baloldali írót, mint aki teljesen úgymond eladta lelkét Rákosinak és az ő környezetének. Most erről nem kívánok szólni, de arról igen, hogy 1943-ban jelent meg Veres Péternek egy rendkívül fontos könyve, a Számadás dr. Püski Sándor kivonásában, a Magyar Élet, akkor így nevezte magát Magyar Élet kiadónál, és ebben arról ír, hogy a magyar paraszt, amely mégiscsak a magyarságnak a megtartója, és nem bunkó paraszt, nem büdös paraszt, hanem igazi magyar paraszt, a szántásnak, a vetésnek, a nemzeti megvonulásnak a fundamentuma, nem bízik meg a zsidóban. Nem általában nem mondható azt talán, hogy egyetlen zsidóban nem bízik meg, de általában nem bízik meg, és miért nem bízik meg? Azért nem, mert hogy a fogalmaz, lényegében a zsidó nem dolgozik, nem állít elő valamit, hanem mondjuk egy órát megvesz valakitől nagyon olcsón, és utána el akarja aranyáron adni, tehát csak közvetítés lényegében nem végez produktív munkát. És azt írja, hogy bár az általánosítás egyesek egy igazságtalan, összességében mégsem teljesen alap nélküli. Ezt írja 1943-ban az akkor a Szociáldemokrata párt tagjaként nyilván tartott Veres Péter. Ez egy egészen döbbenetes fogalmazás, és ezt hozzáteszem azt a fogalmazást is, amit hozzátesz ehhez Dövény Nagy Lajos, a Talmakorból indult el című regénynek a klasszikus szerzője, aki leírja azt, hogy bizony
azok, akik 1882-ben Tiszeszláron és környékén megpróbáltak hazát foglalni, nem azért váltotta ki ellenszemet a magyarság körében, mert más volt a ruházatuk, a beszédük, a nyelvfordulatuk, mint a magyarságé, hanem azért, mert lényegében teljesen szembefordultak azokkal az eszmékkel és azokkal az eszményekkel, amelyeket a magyarság kezdetől fogva képviselt. És itt van egy másik fő tanú, Veres Péter mellett, ott van Kodolányi János, egy kiváló magyar író, aki a tiszeszlári történetet nagyon jól ismerte, 1882 históriáját, és önéletrajzi regényében, ami 1940-ben jelent meg, a süllyedő világ, a Kádár korszakban is megjelent, csak akkor csonkítva, de eredendően 1940-ben, abban egyenesen arról ír, és ezt idézem egy rendhagyó könyvben, Mészántás 2-től történelmi titkai, most az én könyvem, most nem azért, hogy magamnak reklámot csináljak, nagy félrejtsen bárki is, csak mondjuk ugye fontos történelmi könyvről van szó, és ebben idézem magát Kodolányi Jánost, aki egyenesen arról ír, hogy fiatal korában volt egy zsidó osztálytársa, egy 12 éves lány, Piroska, aki egy ízben megkérdezte tőle, hogy bizony igaz-e az, hogy ti húsvétkor zsidók a keresztényeknek a vérét belesütitek a húsvéti pászkátokba. És erre a lány égtelen sikoltozások közepette tiltakozott, mondván, hogy ez nem igaz, ez teljes hazugság, hogy lehet ilyet mondani. És ettől a pillanattól kezdve, hogy a Nia Kodolányi ebben az önéletrajzi regényében, tehát a süllyedő világban soha többet nem állt vele szóba. És ez, azt kell mondjuk, hogy ez a jelenet, amit én most itt idézek, perdöntő jelentőségű. Kodolányi János nem állította azt, hogy a zsidó kezdettől a római uralomtól fogva mindenáron kiirtották a keresztényeket, hogy mindenáron ez kizárólag az ő akaratokból következően történt, hogy belsütötték úgymond a pászkába a keresztényeknek a vérét, csak föltett egy kérdés, hogy igaz-e? És itt van a dolgoknak a fonátja, drága testvéreim. Most akkor, amikor általános nemzeti kormányzás folyik, és akkor, amikor lényegében itt van a judaizmussal karöltve járó iszlám veszedelem, hogy bizony olyan világban élünk, amikor a legnagyobb tragédiának, a legnagyobb bűnnek, ha tetszik, az számít, hogyha valaki az igazságot kimondja. A maga Jézus Krisztus azt mondja saját magáról a Szent János Evangéliumban, hogy én vagyok az út, az igazság és élet, senki sem mehet az Atyához, hanem csak én által. Tehát csak Jézus Krisztus által van üdvösség. Amiből következik az is, hogy ha ma arról beszélnek bizonyos kormány tényezők, bizonyos szellemi orzenálók, bizonyos páholyokon belül, hogy hogyan lehetne a keresztények és a zsidók között valamiféle párbeszédet létrehozni, akkor ehhez az kellene, hogy egyenrangúak legyenek a felek. Párbeszéd csak egyenrangú felek között lehetséges. Olyan felek között nem lehetséges, akik teljesen ellent mondanak egymásnak. Ha valaki azt mondja, hogy Jézus Krisztus csak egy próféta, olyan, mint volt Allah, vagy amilyen volt Mohamed, de nem volt az Istennek a fia, akkor azzal fölösleges párbeszédet folytatni, fölösleges vele leülni, és tárgyalni vele arról, hogy milyen legyen az oktatás úgy Magyarországon, milyen legyen a fegyverarzenál, milyen legyen a gazdasági élet irányítása. Éppen ezért rendkívül fontos most, amikor Solymosi Eszter emlékezünk az 1882-ben történt bűnesetre, ami hát messze menően nem egyedüli volt mellesleg a magyar történelemben, hogy valójában lássuk azt az igazságot, amit valóban Jézus Krisztusnak az evangéliuma tár elénk, ami rendkívül egyszerű, szinte primitív gyermetek módon egyszerű igazság. Valóban azt jelenti, hogy vagy őt követjük, vagy egyenesen a halálba megyünk. Akkor, amikor Solymosi Eszterre emlékezünk, a magyar ellenes gyilkosságok egyik legfőbb, mindmáig föltárt
de ugyanakkor mégsem kellően bemutatott esetére, akkor valóban jusson a mi eszünkbe mindannyiszor az, amit az evangélium mond, hogy senki másban nincs üdvösség, mint Jézus Krisztusban. Ez lenne valóban a mai életünk megoldásának is a kulcsa, az, hogy valóban őt kövessük, valóban, és főleg az ő követésében járjunk elől mi magyarok. Mi magyarok tekintetve arra, hogy mi a Boldogasszony népe vagyunk. Ez egy nagyon fontos tanítás, nagyon sokakhoz nyilvánvalóan önhibájukon kívül nem jut el ennek a ténye. Nem jut el annak a ténye, hogy Magyarországot az első apostoli királyunk, Szent István király nem másnak ajánlotta fel, mint magának, az Úr Jézus Krisztus édesanyjának, a szepőtelen és boldogságos Szűz Máriának, és ennek a hatása mindaddig érezhető is volt a magyar történelemben, amíg Máriás lobogók alatt vonultak fel a magyar vitézek, a magyar hadseregnek a tagjai, a magyar csendőrök, a magyar rendőrök a két világháború között. Éppen a Máriás lobogóra tettek esküt, és Szűz Mária alakja nem csak a nőiséget jelentette, hanem jelentette azt is, hogy valóban mi magyarok Istennek a különleges és kiválasztott népe vagyunk. Nem olyan értelme kiválasztott népe, mint olyan, mondjuk úgy, hogy az ortodox zsidóságnak bizonyos képviselői ezt próbálják fémjelezni, egyáltalán nem. Nem olyan értelemben, mint nyíltason például Salmon Berkovics és társai, akik ugye fürdőt nyitottak ott, és ugye bejelentették évek között, hogy az Árpád ősi népe, ahova majd betolakodtak, nem ilyen értelemben, hanem olyan értelemben, hogy bizony ez a föld Szűz Máriának az országa, Regnum Marianum, ahogyan maga legutolsó nagy bíborosunk, Mindszenti József is jelezte, hogy elődjei közül Uzdóczi Zadravec István Ferences tábori püspököknek jelmondata volt, hogy Pro Regno Mariano, Mária országáért. Bizony ebben a kis leányban, akit 1882-ben meggyilkoltak és akit Solymosi Eszternek neveztek, elmondhatjuk, hogy lényegében nem egyszerűen őt magát gyilkolták meg, hanem megpróbálták nemzetünknek az igazi ellenségei, a legjobbjait, a legszebb nem képviselői közül meggyilkolni. Ugyanakkor viszont minden bizonyságunk megvan arra vonatkozóan, hogyha megvan bennünk az élethit, megvan bennünk az igazi életakarat arra, hogy magyar életet éljünk, akkor Magyarország föl fog támadni. Lipus Zsolt, aki 2015-ben itt állt, április 4-én, ahol most én, nagyon sok mindent elmondott tényszerűen Solymosi Eszter tragédiájáról. Most megismételhetném, de az ismétlésnek is vannak bizonyos határai. Mindenesetre egyike volt azon magyaroknak, az előttünk járó magyarok sorából, akik igyekeztek valóban teljes szívvel és teljes lélekkel mindent megtenni annak érdekében, hogy Magyarország feltámadjon. Őszintén kívánom, hogy mi is lépjünk az ő nyomdokába, és azzal, hogy megismerjük az igazi magyar történelemnek a Tiszaszára vonatkozó fejezeteit, próbáljunk mi is sáfárok lenni Szűz Mária országában, és akkor föl fog támadni a történelmi Nagy Magyarország. Köszönöm szépen a figyelmet! Következőkben Táskai Ferenc, a Magyar Nemzeti Gárda országos vezetőjekért szól. Én csak néhány gondolat erejéig kérdezem a szíves figyelmeteket. Tisztelt emlékezők, bajtársak! 1882. április 1-én itt Tiszaeszláron eltűnt egy leány. Halálát mind a mai napig egyértelműen nem tárták fel sem az igazságszolgáltatás, sem a történelmi kutatások. Két változat él az emberek tudatában, de egyik sem nyert bizonyítást. Az első változat a halálokául a zsidó rituális gyilkosságot jelölte meg, melyre az úgynevezett tiszaeszlári per is épült a kezdeti szakaszában. A második változat szerint az eltűnt leány a Tiszába fulladt.
Mindkét változat számtalan ellentmondást tartalmaz. Az ügynek óriási irodalma van, melynek az a lényege a bizonytalanság, amely táptalaja lett a sok szóbeszédnek. Egyetlen bizonyítható tény az, hogy a zsidók súlyosan belekeveredtek az ügybe, valamint az ország legfelsőbb vezetői úgy szintén. Solymosi Eszter holtteste azóta sem került elő, itt a tiszaeszlári temetőben levő síremléke alatt sem nyugszik senki. A legújabb, de még a régebbi nemzedék sem sokat tud arról, hogy mit jelentett a tiszaeszlári per, amely annak idején mind az öt földrész első rangú szenzációja volt. Sokan csak azokat hallgatták meg, akik utólagos önigazolásként Magyarországot akarták úgy feltüntetni, mint az antiszemita barbárság hazáját, ahol még a hatóságok is hitelt adnak a vérvált középkori babonák. Tiszaeszlár és a Nagy Per a mai napig azon történelmi és bűnügyi tabutémáink közé tartoznak, amelyek messze túlmutatnak egy gyilkossági ügy szokványos büntetőjügyi keretein, és ahogy az akkori, úgy a mai uralkodó osztálynak kliknek sem állott, illetve áll érdekében az igazság és a tények kiderítése, pontos rekonstruálása Solymosi Eszter meggyilkolásával kapcsolatban. Ma már több mint 130 évvel az esemény után pusztán a fennmaradt iratokból nem lehet eldönteni semmit. Már akkor és ott hamisítottak és ködösítettek. Hihetetlen erők és pénzek mozdultak meg. Olyan átláthatatlan ködbe és homályba burkolva az esetet, amelyből azóta sem talált kiutat sem a jog, sem a történelem. Persze lehetne, de valójában keres-e, kutat-e megoldás után valaki? Hát nem. Mert bárki, aki ma nem megfelelő kérdést tesz fel, és főleg nem a megfelelő választ adja meg, annak vége. Mert ma az igazságot nem kutatják, hanem törvénybe foglalják az óhajokat, és a kívánalmakat, és kinevezik igazságnak. Aki ennek az igazságnak ellene mond, vagy csak kérdez, egyben meg is szegi a törvényt, tehát büntethető. Ezért ma a szabad szólás és gondolatszabadság jegyében nagyon meg kell gondolni, hogy hol és miket mond, vagy kérdez az ember. Ebből is látszik, milyen hitvány és álszent ez a demokráciának nevezett nagy rossz, mert törvényel kell védeni a kinevezett és előírt igazságokat, pedig tudjuk, hogy az igazságot nem kell törvényel védeni, mert magában is megáll. Törvényel védeni mindig is a hazugságokat kellett. A vérgyilkosságok pedig az emberiség tudatából sohasem fognak kiveszni, legyen szó keresztényekről, muszlimokról, vagy akár vallástalanokról. A per nem ezer, hanem több ezer év óta folyik, és tényleg nincs vége. Nem is lehet mindaddig, amíg a bírói ítéletekből akkora lólábok lógnak ki, mint a tiszaeszlári ügyből. Amikor Solymosi Eszterre emlékezünk, itt a tiszaeszlári temetőben, jelképes sírjánál, az egész elárult, kivéreztetett, szétszaggatott magyarságra is gondolunk. A bűnre épült hatalomra és a bűnből gyarapodó idegenekre, akiknek mindig fontosabb, mint az erkölcs és a becsület. És gondolunk tiszta, józan néplélekre, amely soha nem fogadta el a hazugságot és a bestelenséget. És tudjuk, hogy a történelem ura számon tartja a vétkeket, az egyes emberét, épp úgy, mint a közösségekét. És tudjuk, hogy mindenkinek megfizet érdeme és tettei szerint. Köszönöm szépen! Engedjék meg, hogy felolvasak néhány gondolatot a megemlékezések történetéből. Hogyan is kezdődött? Egy Spanyolországban élő magyar ember, Kenesei Csaba, aki napjainkban már a 80-as éveiben jár, 1993-ban engedélyt kért és kapott a polgármesteri hivataltól egy síremlék felállítására a tiszaeszlári temetőben. Mint mondta, Vari József könyvét olvasva gyalázatosnak tartottam, hogy semmi nyoma sincs a szerencsétlen magyar lánynak, Solymosi Eszternek. A hivatal a sírhelyet ellenérték nélkül bocsátotta a rendelkezésére, ő pedig saját költségén felállította a követ és gondoztatta a sírhelyet. Itt szeretném megemlíteni azokat a helyi asszonyokat, köztük név szerint is Ilon nénit és Piroskát, akik rendben tartják Solymosi Eszter emlékhelyét, és még a vendégek ellátásához is segítséget adnak azóta is. Köszönetünk érte!
A sírhelynél az első megemlékező szervezetek a Magyar Nemzeti Arcvonal és a Lelkiismeret 88 volt. Az ő képviseletükben Tölgyesi Magdi 2003-tól minden évben felkereste társaival az emlékhelyet, szavaival felelevenítve az eseményeket, a fellelhető emlékeket. A Magyar Nemzet Online 2003-as cikke szerint itt emlékeztek a Györkös István vezette Magyar Nemzeti Arcvonal Hungarista Nemzeti Szocialista Katonai Szervezet és más szélső jobboldali csoportok. A Magyar Nemzeti Front 2008-ban jelent meg először szervezetten a megemlékezésen. Ekkor jelentkezett sorainkba Ricardo barátunk, aki tiszaeszlári lakos lévén folyamatos kototás után rengeteg ismerettel rendelkezett a Vérvád körülményeiről. Azóta is egyik főszervezője a megemlékezésen. 2009-ben egy helyi szimpatizánstól megkaptuk a sportpályát a rendezvény színhelyéül, ahol Schuster Lóránt, a Magyar Nemzeti Front akkori elnöke mondott beszédet. Utána a Romantikus Erőszak zenekar koncertje következett. A jelenlévők száma körülbelül 100 fő. Ekkor már több nemzeti szervezet jelent meg, akik azóta is minden évben képviseltetik el. A beszéd nagy port vert fel, a bíróság 2 év börtönbüntetés kiszabását tervezte. Szerencsére videófelvétellel tudtuk bizonyítani, hogy a vád nem állja meg a helyét. 2010-től ifjabb Tompó László lett a megemlékezések állandó szónoka. Mellette olyan vezéregyeniségeik beszédeit hallhattuk, mint Domokos Endre János, Ináncsi József és Libusz Zsolt. A rendezvényeket Ricardo javaslatára 2011-től a ravatalozó előtt tartjuk. Innen vonulunk koszorúzni az emlékhelyhez. Ezekben az években a résztvevők létszáma évről évre emelkedett. Nagy örömünkre egyre többen jönnek a környező falvakból, városokból, megyékből. Csak bekiabálás szinten kérdezem, ki honnan utazott ide? Mi ezt tartjuk az megemlékezés legfontosabb eredményének. Meg azt, hogy ami 2009-ben még fokozott rendőri jelenlét volt, többen voltak, mint mi. És a falu határában minden autót megállítottak, és minden személyt igazoltattak. Ma már igyekeznek feltűnés nélkül minimális létszámmal biztosítani a rendezvényt. Ez nagyban köszönhető Őz János Miklósnak is, a Magyar Nemzeti Front néhai elnökének, aki nagyon higgadtan, de rendkívül határozottan tudta irányítani az egyeztető tárgyalásokat. Őt 2012-ben veszítettük el. Eszmeiségét Polyák Tibor vezetésével visszük tovább, ezek a megemlékezések ezután is minden évben megrendezésre kerülnek. Azért, mert mindig voltak és vannak olyan magyar emberek, akik időt, pénzt, fáradtságot nem kímélve jelenlétükkel tisztelik meg az ilyen nemzeti összetartozást erősítő ritka eseményeket. És tudjátok, egy szervezet eredményessége nem a tagság létszámától függ, hanem attól, hogy hány ember tud megmozdítani, hány ember hordozza lelkében eszmei alapjait, bízik döntéseiben és fogadja el iránymutatásait. A mi alapvetésünk a következő. Ne felejtsétek! Gyermekeink, nemzetünk és a haza védelmében minden eszköz megengedhető. Amen.
vándoroljunk át a koszorúzás helyszínére. Koszorúzási ünnepségünket. Az első a Magyar Nemzeti Front. Egy brászok, vigyázz! Tisztelek! A Magyar Önvédelmi Mozgalom Miskolci csapata. Ismered 88. Egy vadász egyet koszorúja, amelyet Vitéz Tóth Máté hegyi vadász őrnagy vezetésével. Most pedig hallgassátok meg Hölgyesi Magdi gondolatait. Egyvesz, vigyázz, figyelj! Hát, kedves magyar testvérek,
kicsit rossz a hangom, nagyon meg vagyok fázva. Mint anya szólok Solymosi Eszter sírja mellől a szeretet jegyében. Kérjük az égiek segítségét, hogy boldogasszonyunk oltalmazza, és áldja meg a napot és a jelenlévőket. Kérlek benneteket, hogy mondjuk el együtt a hunimát. Haj, nem tudom, egy pár embernek ki lett osztva, hogyha nem megy, akkor én mondom a sort, és mondjátok utána, ha nem tudom hány lett kiosztva. Mi atyánk Istenünk, mi atyánk Istenünk, bennünk van országunk, előttünk szent neved, s törvény akaratod. Minden napunk gondját magadon viseled, vétkeinket, mint másnak, nekünk elengeded. Te kezed vezet kísértéseken át, s lefejted rólunk a rossznak jármát. Tiéd a nagyvilág közhatalma üdve, mindöröktől kezdve legyen örökre. Köszönöm. Ezután az Ukkóhoz, boldogasszonyukhoz fogászkodom. Szóval szólítalak, áhítattal hívlak, égföld teremtője, Istenek szülője. Ukkóból ki színe változtál, boldogasszonyunká. Erdőket, hogy füllel hallgasd, mezőket, hogy szemmel tarthass, adj erőt, égi jó anyám, lerázni sok terhemet, kínzó keservemet, oltalmaz szegény lelkemet. Boldogasszony égi ősöm, téged hívlak örökösen. Égi anyám, ne hagyj el, maradj mindig lelkemmel. Annak sebe, hogy beforjon, sorsom meg jobbra forduljon. Solymosi Eszter, Tisza csak röviden, tiszaeszlári kislány gyalázatos vérázatának igazi történetét megismertem, nagyon felkavart. Azóta sem hagy nyugodni a libapásztor lányt a szívbe markoló halálra. Évről évre eljövök sírjához, hogy imát mondjak érte. Halála történetének szándékos elhallgatása, felettetése, az igazság kétségbevonása felháborító. Magyarországon a jogszolgáltatás alatt ekkor rendült meg a föld, a perben a tanúvallomások és szemtanúk szerint hiába volt bizonyítható a gyilkosság, mert a Rothschild bankár 60 millió forint kölcsönkamat későbbi megfizetési kérelmének elutasításával zsarolta meg Magyarországot. Ezért nem bűnhődtek meg Solymosi Eszter gyilkosai. Hát ilyen cinkos elhallgatás volt a magyar néppel szemben elkövetett. Hány ilyen volt bűnöknek? Egy kis visszatekintés a 20. század elejére. 1903-ban meghalt 13. Leó pápa. És a Rothschildéknak megvolt az új pápa jelöltjük, Rampolla. De addig nem lehetett kihirdetni, míg az apostoli király beleegyezését nem adja. Ferenc József megvétózta, így 10. Szent Pius lett a pápa. Ebbe a bankárhatalom nem nyugodott bele többé. Többé a magyar apostoli király nem tudja megvétózni az új világrendjüket, ezért csonkították meg hazánk a Trianonba. Ami a 20. század kiemelkedő bűne, hazánk szétszabdalása és szétrablása, ezáltal megszüntették az apostoli királyságot is. Ezen bűnökért halld meg testvér a kiáltó szót, mert a történelem fejszéje már a magyar élet fájának a gyökerére vettetett. Ti vagytok a világ sói, de ha a só megisztelenül, mivel sózzátok azt meg, kérdi tőled Jézus. A megisztelenülés a közömbösség és az elmagyartalanodás. De ha mi egy szív, egy akarat, egy lélek, egy múlt, egy jövő reményében egybe tömörülünk, akkor magyarságunkat meg tudjuk tartani. Ennek záloga a hunormagor szemlélet és nem a Káin Ábeli. Hagyományaink őrzése és történelmi értékeink ápolása a kovász. Múlt héten volt március 25-e, gyümölcsoltó boldogasszony.
azért hoztam azt a képet, az a zöld, a gyümölcsoltó. Gyümölcsoltó boldogasszony ünnepe. Egyik legszebb ünnep a tavasz ébredése, egybeesett nagypéntekkel, Jézus keresztre feszítésével. Solymosi Eszter véráldozata nagy szombaton történt. Nagypéntek hajnalál vártam a napkeltét. Arany korong köré egy nagy arany udvarral láttam meg a napot, ezernyi piros sugárral sziporkázott, túl az udvarán, gyönyörű volt. Ilyet még nem tapasztaltam. Boldogasszonyunk bearanyozta, vigasztaló áldását adta a véráldozatokra nagypénteken. Csobánci Elemér, Ősturánok című könyvéből idézett. Rosenberg Alfred, a német nemzet egyik apostola, akit a világ sötét lelki ismerete a Nürnbergi per után felakasztott, írja a 20. század mitosza című propaganda művét. Minden nemzet első és fő feladata, hogy mitosz teremtsen önmagának, és abban éljen. A magyar nemzet mitosza már régen él, és abban különbözik más alkotástól, hogy nem képzelet szüleménye, hanem valóság. Ez a mitosz a magyar őstörténet. A Nicsejai zsinat 325-ben elfogadja az Ószövetséget, mint a kereszténység alaptankönyvét, melynek következtében az ősi krisztusi tan áldozatává válik judeohatásnak, ahol a szeretet helyett a törvény az Úr, a parancsok betartásának a kényszere. Ezért történhetett meg a krisztusi szeretet programot valósítók üldözése a világban. A szemet szemért, fogad fogért tank követői részéről. Azok vették kezébe Krisztus követők lelki életének irányítását, akik keresztre feszítették őt. Azért szántam ide ezt a gondolatot. Szükség van minden jó érzésű, jó lelkű magyar emberre, mert ténylegesen fenyeget a szolgaság veszélye. Ezért fohászkodom a magyarok istenéhez, Mattünkhöz. Magyarok istene, nemzetünk szent őre, gyomlálj ki nemzetünkből irigykedőt, áskálodót, okoskodót, pártoskodót, árulkodót, hazudozót, szenteskedőt, bajkeverőt, zsebrehonfiskodót, hogy hozzád szíthassunk egyetértésben. Miképpen tőlünk várod törvényben törvényesen, és törvénytelen emberségesen, hozzád mindig hűségesen. Mi Isten szerető nép vagyunk, és az Istentől irányított tiszta lelkiismeretet, a szavát tartjuk Isten szavának és Isten akaratának. Eszter, Margitka, Julianna, Zsófia és még számos magyar kislány várt a rituális gyilkosságok áldozatává az előző századokban. Emléküknek tartozunk azzal, hogy mindenkor megemlékezzünk, és a gyalázat hírét továbbadjuk lányainknak, fiainknak. Az igazi bűnösök soha nem kapták meg méltó büntetésükre. Ezekre a súlyos bűnökre nincs bocsánat. Nem felejtünk. A nép ajkán még ma is él Solymosi Eszter véráldozatáról szóló ballada. Hallottad-e, kiseszláron, mi történt? Hogy a zsidók a magyar lányt megölték? Ha megölték, megszenvednek érte? Él az Isten, ki az égben szemlélte. Solymosi Eszter későn ment a piacra, kutya zsidók becsalták a templomba. Felültették a kis kerek asztalra, utoljára ves keresztet magadra. Már te innen, Solymosi Eszter, ki nem mégy, még a véred a részkancsóba nem mész. Piros vérét részkancsóba elszűrték, gyenge testét a Tiszába vetették. Köszönöm égi anyánknak és égi atyánknak, hogy ezen a megemlékezésen együtt lehettem veletek. Istenem! Nagy ishi belivin,
megemlékezésünknek vége. Köszönöm szépen a megjelenésüket. Kérem, hogy ugyanolyan rendben, ahogy idáig eljöttünk a motorosok felvezetésével, zárt sorokban induljunk vissza a indulási helyünkre. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Ez pogány vérrel festett éles szabját, vitézlő oskola, immár Isten hozzád. Egriek, vitézek, végeknek tüköri, kiknek vitézségét minden föld beszéli. Régi vitézség köz dolgotok ott veti, Istennek ajánlva, legyetek én már ti. Ti is ráró szárnyon járó hamar lovak, az kiknek hátokon, az jó vitézi fiak. Gyakorta kergetnek, bunk pedig szaladnak, adassék egészség már minnyájatoknak. Ti is angyal képet mutató szép szüzek, és szemmel öldöklő örvendetes menyek. Kik hol vesztettetek, s hon élesztettetek, Isten s jó szerelem maradjon veletek. Ó, én édes hazám, te jó Erdély ország, ki kereszténységnek viseled pajzsát. Viselsz pogány vérrel festett éles szabját, vitézlő oskola, immár Isten hozzá. Immár Isten hozzátok. Ágika, köszönjük a csodálatos élményeket. Remélem, jövőre is. Ágika, nagyon szépen köszönjük. Valamennyi barátom nevében köszönjük a házigazdáknak a szíves vendéglátást. Úgy éreztük magunkat, mint otthon, de remélem nem úgy viselkedtünk. Minden jót! Minden jót! Köszönjük!